Na, gyere, Babi! Szia, Sanyikám! Itt vagyok Alitáddal. Extra napunk volt. Hát nem így terveztem, hogy három lottom lesz, de aztán végül is annyi lett. Mert ugye jött a Lóska Jani barátom. Hopp. Babikám, rálépsz az ostorra. Nagyon jó hely különben. Ágaskodó van rajta, de szépen mentünk, mint múltkor. Gyönyörűen. Nem kell ide loncs hallott. Jobb kéz, bal kéz. Olyan intelligens lók, amiről beszéltünk. Persze kell hozzá egy ember, aki a nyelvükön egy picikét, ha ért, adják magukat. Na mindegy, jött a Lóska barátom, fölültem a welcome-ra. Jancsikát nem akartam odaadni, de jó is éreztem, itt a Móni bestoppolt be, majd rézett valamit, na ez meg rá a kancára. Átfele egy jó párat, Palermónak a fogát csinálták. Az is volt is a legvégen a Bencével, majd nézed úgyis, egy szerintem nagyon jó munkát jöttem. Nem raktam le semmit, most megyünk ki a lányommal, a Negróval, úgyhogy puszillak. Távolról 800 kilométerre vagy kb. Gyere, babám! Gyere, hamikáljuk meg, hogy jól nézi a vizes plac, hogy tegnap is ezt nézte. Mert eldobom az ostikát, ágám, de nem félsz tőle, mert soha nem voltál bántva vele. Ez, na ez neki. Hát ez valami fantasztikus. Ja, nem az ő kötőféke, de nem tudom, itt killottunk Palermo. Nem tudom, mindegy, nem az ő kötőféke, az biztos. Tudom, hogy melyik a csattos itt. Az meg van a boxajtán négy kötőfék. Mindegy. Kis izé, keveredés, de semmi exkluzív, úgyhogy megvagyunk, lekapcsolom a villanyt, fölnyergeli a palcsikát, hogy mi az Isten. Mert a palcsika be van bódítva, úgyhogy most szépen így van, még vissza nem jövök, nem engedem le, az biztos. Kisétálok a Cilukával, és ez a vége, aztán hazaérek, megrázom egy picit magam, aztán már mehetek is fel a Nikihez roppantani, mert ugye a roppantot most adtam át neki, érkeznek új ágaskodók, kíváncsi vagyok, meddig lesznek. Tavaly eltűnt 6, mindenki szarik mindenre. Nem az övé, vegyél másikat, öreg. Ez szokott lenni, vegyél másikat, öreg. Jó, vesz az öreg másikat. Igen, de valamit csinálok, belegravíroztatom, nem tudom mivel. Jó, villanyt lekapcsoltam, nem csukom az ajtót, mert jövök majd palcsikához. Úgyhogy összességében nagyon jó, mert Miksikét is kivittük már az ügetőre. Azért nemrég jött ide, de nagyon szépen abszolvált a dolgot, idegen lovaknak szórakozik. Kivittem négyüket, majdnem ötüket, hogyha Sári is marad. Akkor kimertünk volna Jancsiga, de jobb volt így, mert mondom, Kanoska volt, nem tudom, itt a Móni miatt. Amúgy el voltam vele, tegnap is lovagoltam semmi, lányom lovagolt a szerdán, Jancsikát. A Móni a kancát bestoppolt, belerántott, de ilyen vadul, és elkezdett üvölteni ott a Misivel, hogy mészedi a pongyol a pitfangot, vagy nem tudom. Na, hú, én meg rá. Azt akkor megpördült egy jó párszor, de túléltem, mert kemény vagyok, mint a kátszéle, úgyhogy nincsen probléma. Picikék hamíznak, mindegyik. Hát most ebben a másik is távolvajok, azért meg lehet nézni a púpos vödörkét, az a Miksikéjé. Ez is púpos vödör, ez a szürikéjé, Miksike is kap, de hát ő nagyon jól dolgozott, ő azért többet kap. Ő a Nortika. Két diósi is, ugye szürkét meg kell patkolnunk, valami probléma lett a patkolásnál ott vele. Megcsináljuk, Szitike jól dolgozott, és most megyünk Negróval, kim volt Alikával, vagy 3,5-4 órát. Kaja kikészítve, Nikinél roppantok, és este, igen, azt rakjuk rá az ajó, és este 7 óra fele jövök. Megettetem a kicsiket, most egy sincs padikba, de megint vannak ezek apró legyek. Gyere, drágám. Jó, itt van. Nézze, kimegyünk még Negruskával. Ja, jó, csak Sanyival beszélek. Na gyere, itt van a lányom. Hát nem a Mira, tudom, hogy Mirus egy kicsit a legizébb. Én fölöttem is van, meg te fölötted is. Miruska itt van valahol, de ő is megvan. Na, ő meg a Szitike szépen, majd látod a videót. Oké, felrakom neki a blinyót, és lépünk ki, puszillak.